Köszöntöm nézőinket, ismerős szívű műsorunkat látják mai vendégünk, illetve vendégségben vagyunk Baratinec Márta, énekművész, tanár, foniáter otthonában. Tegeződni fogunk, mert ezer éve ismerjük egymást, drága Márta néni, valamikor még én is jártam hozzád egy kicsit énekelni, tanulni, csak sajnos nem voltam annyira kitartó, de nagyon nagy örömmel vagyunk itt nálad, hiszen nagyon gazdag életutad volt, és ez van, amiről mindenképpen érdemes beszámolni, rengeteget lehet belőle tanulni, kitartást, és olyat, hogy az ember nem baj, ha vált, azért mindig megtalálja az útját, és hatalmas tapasztalat gyűlik össze benne, amit aztán érdemes közkincsé bocsátani, akár mondjuk ilyen módon, akár pedig talán leírt formában is, nem tudom, ezt már te tudod. Menjünk mindjárt az elejére. Mindig érdekel engem, hogyha valaki egy nagyon szép ívet befut a pályáján, hogy milyen volt a kezdet, a családban volt családi indítatás, vagy hogyan indult ez nálad? Nem, senki nem volt. Én már valahogy így születtem, mert úgy hívtak bennünket anyámmal, hogy itt jön a szépasszony meg a csalogány. Én az utcán is énekeltem, mindig mindenhol énekeltem. És hát apám hallani sem akart erről a pályáról, de vett nekem egy zongorát 6 éves koromban, és beleszerettem a zongorába, és eldőlt, hogy én csak zenész lehetek. És akkor jelentkeztem érettségi évében Szegedre, zongoraszakra. Oda nem vettek föl, énekszakra fölvettek, de anyám azt mondta, hogy annyira messze van, hogy ide nem jöhetsz. Soha nem látlak, nem jössz haza. És akkor így kerültünk Pécsre. Na most Pécsen, ez volt 1960-ban, megnyertem a Helikont, és akkor még a Helikon tehetségkutató nem fesztivál volt, hanem tényleg valóban tehetségkutató volt, és azután, miután ide kerültem Pécsre, már a következő évben bekerültem a színházba. Dőri Miki, mondok neveket, mert itt annyira elfelejtettük már az én korombéli neveket. Dőri Miklós, aki a színháznak a karvezetője volt, ő hallott engem énekelni, és azt mondta, na holnap gyere be a színházba, írd alá a szerződést. És 6 évig ott voltam a színházba. Akkor a karnagy ígért nekem, Paulus Elemér, ígért nekem sok minden szép szerepet, amiből nem lett semmi, és akkor 66-ban lediplomáztam, és úgy gondoltam, hogy én nem ülök tovább itt a színház büféjébe, és várok arra, hogy mikor jön a hangosból a behívó, hanem diplomám van, elmegyek oratórium énekesnek, akkor már sokat énekeltem. És ugye itt a városban a nagy guru, a Antal György volt, az ő kezébe volt az összes zenei intézmény, a filharmonikus zenekar is, az iskolát vezette, ugye a tanárképző szakot, és akkor adta nekem a feladatokat. Tényleg nagyon sok feladatot adott, oratóriumokban énekeltem, fel is írtam ezeknek a Bach, Handel, Mendelssohn, Kodály. Érdekes, hogy a Kodály, tehát amikor bemutattuk Pécsen, akkor lejött Kodály meghallgatni. És nagyon tetszettem neki, és utána berontott a Gyurka bácsi az öltözőmbe, és azt mondta, hogy tudod, mekkora dicséretet kaptál. A tanár úr nem szokott senkit dicsérni, tényleg nem volt erre híres, hogy dicsérget. És azt mondta nekem, hogy nagyon szép hangod van, tehetséges vagy, vigyázzak rád. Na most ő volt az, aki széttörte a karrieremet. Ott hagytam a színházat, és zeneiskolába mentem tanítani, meg még részben tanítottam a főiskolán is, többek között Jandó Jenőt, meg egy csomó híressé vált embert tanítottam, még a Kovács Samut is tanítottam, mondta nekem, hogy ő is járt hozzám, mondom, érdekes, én nem emlékszem rá. És a színház után úgy döntöttem, hogy felvételizek az akadémiára. 5-ször voltam, felvételiztem, és nem vettek föl.
és többször mondták, hogy maximális pontszámot szereztem, és a ötödiknél kirohant a Forrai Miklós a teremből, és azt mondta, hogy maga miért nem érti meg, hogy nem vehetjük fel? Hát politikailag én fekete listán voltam, ez volt a baj. És akkor hát mondtam, hogy köszönöm szépen, most tudom, most többet nem jövök. Eddig nem mondták. És akkor Réti József volt az, aki itt az oratóriumokban mindig énekelt, és egyben szakfelügyelt is az iskolába. És hát nagyon sokat énekeltem vele. És mindig azt mondta, hogy hát nem értem, mi az Isten van maga körül, hogy magát nem lehet fölvenni. Közben jártam Weimarba tovább képezni magam a Hannalore Kurzinnak a kurzusaira. Talán jobb is, hogy nem vettek fel az akadémiára. Így szabadabb voltam, és több helyre eljutottam. Jött a Vietnám, 1970-ben jött Vietnám. Ugye a legnagyobb háború ideje alatt egy év fegyverszünetet kötöttek az amerikaiakkal. És lehetett itt Magyarországon is látni, akkor még fehér-fekete tévé volt, és lehetett látni a híradóban, minden este közvetítették, hogy milyen szörnyűségeket művelnek a vietnámiakkal. És az egy év fegyverszünet alatt Magyarországot felkérték, hogy április 4-ét ünnepelje egy delegáció ott, Vietnámban. Mert hogy Magyarország nagyon sokat segített a háború alatt, többek között a szobámban ott volt a hajdúszoboszlói bojler, plédek azok magyarok voltak, a vietnámiak a magyar bicikliken futkostak, úgyhogy amit én láttam, hát nyilván ennél sokkal többet segítettek, és így akarták viszonozni a vietnámiak, hogy menjünk ünnepelni oda. Na most egy kormánydelegáció indult el, Molnár János miniszter, oktatási miniszter helyettes vezetésével, amiben tartozott a Váci Mihály, ő ugye ott halt meg Vietnámba, aztán a Sebestyénné a Népfront elnöke, aztán még nem tudom, még két ember, de ők elmentek előbb Moszkvába, és mi meg később mentünk, mert felkérték Pécset, hogy Pécs adjon egy kulturális műsort, amit ott Vietnámban fogunk adni. És a Mecsek Tánc Együttes volt akkor nagyon csúcs formában, és onnan három táncos jött, egy öttagú zenekar, még cimbalom is jött, a Hambalko budapesti nagy cimbalmos jött velünk, és hát kellett egy énekes. Most a Marcis Dömötört kérték föl éneklésre, aki a színháznak a basszistája volt, de valószínű, hogy ő megijedt, mert előtte két nappal ugye injekciót kellett, szérumot beadni, és annak meg kellett, ideje volt, meg kellett várni a hatását, és már ez lejárt. Illetve utolsó nap volt, és akkor nem tudtak más, mint én akkor a tanácsházán is dolgoztam, én mindenhol dolgoztam, és ott volt a népművelési osztály, aminek a vezetője Borsos József volt, Komlódi József, Váradi Géza voltak a vezetők még, és a Komlódi Jóska énekelt a Tilai féle akkor még kezdő nevelőkháza kórusban, és mondta meg én is énekeltem, és mondta nekem, hogy hát nekem segítségre lenne szükségem, egy 4 órás állást tudok neked adni, gyere a tanácsházára dolgozni. Hát mentem örömmel, és hozzánk tartoztak a művelődési házak. Tehát nagyon sok embert megismertem, nagyon sok programot, amiben aztán hívtak is szerepelni, és akkor Vietnám, ja, és én jutottam az eszükbe, hát akkor menjen a Márta, ha a Marcis nem megy, akkor menjen a Márta. Úgyhogy bementem ebédelni, a Végjóska ott állt az ajtóba, és fölvitt a második emeletre, az egészségügyi osztályra. Mondom, miért megyünk föl, nekem semmi dolgom ott. De gyere, gyere, gyere. És még köszönni se tudtam, már belém nyomták az injekciót, mondom, és ezt miért kapom, hát nem vagyok beteg. Dehogy is, te mész Vietnámba. Én nem létezik. Nem létezik.
Hát de már ott megkaptad az osztást, menned kell. Na, így kerültem Vietnámba. És, ott nem voltak félelmeid a helyszínen? Azért valami szorongás a gyerek? Nem annyira. Nem annyira. Például hát a háború minden nyoma ott volt. A színháznak a hátsó fele, a színpad része, ez le volt bombázva, de ezért lehetett használni a színpadot. Hatalmas nagy színház volt, még a franciák építették. A hotel az épségben meg volt, de az emberek, meg az ottani élet az borzasztó volt. Nem volt mit enniük, bennünket kértek meg, hogy a diplomataboltba vegyünk nekik ezt, azt, amazt. Szóval, de mindenhol kellett énekelni, az összes követségen, a katonáknak, aztán onnan felvittek bennünket fel északra, a Tonkin-gőből, ahol elkezdődött a vietnámi háború, azóta Himalája lába, és egy hatalmas dzsungelbe vittek be bennünket. A part szélén, óceán szélén, más az óceán, mint a tenger, a szélén volt ez a hotel, ami még épségben volt, és este lementünk, megnéztük, hogy fogják a rákot. Reggel meggondoltam, ja Istenem, kinyitom a zsalogáteres ablakomat reggel, és milyen gyönyörű látvány lesz, és sehol nem volt a víz. Apálydagály volt. Ott találkoztam apálydagálya. De estére megjött. És ott 16 ezer embernek énekelt, adtuk a műsort. 16 ezer. Előtte nap kimentünk, megnéztük, hogy ácsolják ott a tribünt, és akkor már ott volt egy csomó ember, ott ült a fűbe, és megkérdeztük, hogy hát mire várnak? Hát a holnapi előadás, de hát az csak holnap lesz. De ők nagyon messziről, a dzsungel, egész éjjel a dzsungelen keresztül jöttek. És ott volt a kis kosarukba a lámpa, meg az étel, amit hoztak magukkal, és megvárták a műsort. Fantasztikus volt, nem? Hatalmas élmény volt. Velünk etették a 8 fogásos ebédet, ők meg a mellettünk asztalnál ült a miniszter, az oktatási miniszter, ette a rizsfeljadakját. És hát mi dagadtunk, és szóltam a Szent István Zsuzsának, aki a pécsi csoportnak a vezetője volt, hogy mondjuk már meg, hogy nem bírjuk meg enni ezt a rengeteg ételt, és nem kell nekünk ennyi. És azt mondta, hogy nem lehet. És végül kiderült, hogy miért, mert búcsúztatáskor azt mondták, hogy ők nagyot vétettek. Mert a Ho Chi Minh testamentumában benne van, hogyha megérkezik a vendég, akkor le kell mérni, és úgy lehet csak elengedni, hogyha hízott. Húha! És mondták, hogy szemmel láthatóan mindenki hízott, úgyhogy nyugodtan hazaengednek bennünket. Hát ez fantasztikus egyébként. Igen, ez nagyon, de ez egész út nagyon nagy élmény volt. Énektanárként is nagyon aktívan közreműködtél. Színészeket tanítottál, többek között Kulka Jánost is, többek és nagyon sokat, én úgy tudom, hogy lehet, hogy az egész színészgárdának egy jelentős részét. A felét részé. Biztos. A felét, ahogy mondod. Milyen tapasztalataid voltak, hol történt mindez? Budapesten, Kaposváron, Pécsen, Vegyesben? Budapesten is, Pécsen is, Kaposváron 12 évig az egyetemen. Először nagyon féltem tőle, mert én mindig ugye a klasszikus éneklést tanítottam. Musicalekkel tisztában voltam, meg énekeltem is, meg szerettem is, de hát nem volt iskolai anyag. Itt viszont az volt. Úgyhogy hát nem okozott semmi gondot, csak maga az egyetemi oktatás, hogy az első éven bekerültek olyanok, akik még akkor táccsel látták életükbe. Tehát, és egy év alatt fel kellett őket hozni olyan szintre, hogy kiállhassanak, hogy rendesen tudjanak énekelni. Se ritmust, se kottát, se dallamot, semmit nem ismertek. Most ez egy
nagyon-nagyon kemény időszak volt. Egyszer az eperjes föl is jött hozzám az emeletre, és azt mondta, tanárnő, nagyon szigorú. Mondom, nem vagyok szigorú, csak ez egy olyan pálya, ahol meg kell küzdeni egymással. Tehát szabályosan harcoltunk egymással. A hallgató bejött, azt hitte, hogy őt felvették ide, ő már mindent tud, ő már nagyművész, és ne mondjam már én meg neki, hogy ő mit énekeljen, és nem tudom, micsoda. Szóval ilyen harcok mentek. De amikor eljutottak egy olyan szintre, hogy már ők is élvezték, akkor meg nagy szerelem volt. Hú, nagy szerelem volt. És a Kulka Jánossal meg úgy voltam, hogy ide lekerült Pécsre, és mindjárt megkapta a Mr. X szerepet a Cirkusz Hercegnőből, ami egy komoly éneklési produkció. És hát ő visszaadta, és azt mondta, hogy ő nem tud énekelni. A főiskolán nem tanították. Illetve hát azt mondták neki, magának nincs hangja, nincs ritmusérzéke, üljön a sarokba, azt hallgassa a többit, majd kap egy jegyet. Ez így volt. És akkor hát gyorsan kell legyének tanár. És akkor szóltak nekem, 6 éven keresztül kitartóan járt énekórákra, nagyon szorgalmas ember, és ő csak akkor érzi jól magát, amikor már átvergődte az elején magát, és már meg tudja csinálni, akkor jól érzi magát. De addig ideges, izgága, hogy miért nem megy, és nem, és hogy kell, és mutasd meg a rekeszt. Egyszer Csárdás királynőre készültek, és előtte valahogy rájött a János a rekesz munkára, és akkor bement a színházba, és mondta Sáfár Anikonak, hogy te tudod, hogy kell a rekeszt használni? Azt mondja, gyere, akkor meg le a tanárnő, majd megmutatja neked. És ott derült ki, hogy ő sem jól használja. Tehát nagyon sok énekes nem jól használja a rekeszt, holott a rekeszre borzasztóan szükség van az éneklésben, meg egyáltalán az életben is. Ezt a rekesz munkát igazából én először Réti Józseftől tanultam meg. Ez a rekesz izom, ugye? Rekesz, hogy hogyan igen, tartja az ember, és hogyan igen, a levegőben hogyan dolgozik a rekesz. Uh-huh. És Réti énekelt velem egy duettet a Bohém Életből, és ott beszorultak a magas hangjaim. És mondta nekem azt, hogy ha valaki ilyen gyönyörűen énekel, annak hogy lehet, hogy a magassága nem jön ki? Mit csinál maga? Megfogta a rekeszemet, és azt mondja, hát most énekel. Hát maga fordítva csinálja. Maga behúzza a rekeszét, a hasát, mindent behúz a magas hangnál. Hát akkor honnan jön a levegő? Fogja meg az enyémet, majd hát mondom, maga meg pont fordítva csinálja, ki megy a rekesze. Na, hát próbálja meg. Rögtön helyén volt a hang. De volt olyan kollega sajnos Pécsen, aki ezt úgy fogta fel, hogy a Réti tapizza a nőket. Mert attól kezdve mindenkinél megnézte, hogy a rekesz helyén van-e. És feljelentette a Rétit. A nagy Rétit feljelentette egy pécsi kis tanárnőcske. Annyira megharagudott, és annyira bántotta, hogy többet nem jött Pécsre. Velem nem éreztette, mert én továbbra is jártam föl hozzá órára, nem éreztette, de nagyon haragudott a pécsiekre. A hangoknál tartunk, és egy nagyon különleges szakterülettel, szakmával, munkával foglalkoztál negyed évszázadon át, én úgy tudom, igen, a fülorgégeklinikán, foniátriával. Egész pontosan mi ez a szakterület, és mi mindent kellett neked akkor tenni? Hát a foniátria hangszalag betegségeket foglalja magába, de én műtötekkel is foglalkoztam, sőt, még 3, arra nagyon büszke voltam, 3 embernek, akinek gégerákja volt, ugye, és kivették a gégét, azt is megtanítottam beszélni. Ez nagy győzelem volt nekem, mert nem igen sikerült az országban sok esetben. És
Én magam úgy kerültem a foniátriához, hogy elfertőzték a fülörgégén a számat. És kinyílt a nyelvem. Tehát egy ceruzát ugye a nyelvem közepére bele lehetett dugni, mert akkorára kinyílt. És földagadtam, és nem tudom, én szóval rettentes volt, nem tudtam enni, nem tudtam rendesen beszélni, nem ment le semmi, annyira érzékeny volt, ugye a nyelv, ez tele van érző mirigyel, tehát hozzáérni nem lehetett, és álltak az orvosok, nem tudták, mi ez. Nem tudták, a Pitel, akkor még nem profaz, mert nem volt még, akkor azt hiszem tanársegéd volt, vagy adjunktus. Azt mondta, józan paraszt észre gondolkodott mindig, azt mondta, hogy hát ezt a szervezet csinálta, nem akartam mondani, hogy nem a szervezet csinálta, hanem valami fertőzést kaptam, és majd ez magától rendbe jön. Azt mondta, hogy ne egyen darabosat, egyen pépeset, mondom, de hát az sem megy le, még a teja sem megy le, mert úgy kellett hátra tornászni a kanalat, hogy lemenjen a gége, mert nem lehetett a nyelvemhez hozzányúlni. És akkor, hát nem ment. Akkor később gondolkodott, hogy hát mégse jó a pépes, mert az megragad a nyelven, és az ugye érleli tovább a bacikat, hanem akkor darabosat tegyek. A darabos meg nem megy le, nem tudom lenyelni, meg fájdalmat okoz, meg nem tudom micsoda. De hát mégiscsak megpróbálkoztam vele, és attól helyre jött. Tehát a darabos le a nyálkahártyát leráncigálta ezeket a odaragadt ilyen bacis, nem tudom én, nyákot. És akkor utána beszédhibám maradt, mikor összeforrt a nyelvem. Na, a tanárképző főiskolán borzasztóan örültek a kollégák. 10 évig a tanárképző főiskolán tanítottam, és tulajdonképpen az volt életem legsötétebb időszaka. Agocsi Laci bácsi, ismert név, azt mondta nekem, hogy Márta, ne menj oda, nem a te, nem való ez neked, nem az a hely, ahol te meg fogod bánni. Valakit irigyeltek, vagy tönkre akartak tenni, hát ezt secpec megcsinálták. És ugye én koncerteztem, koncertet csináltam a hallgatóknak, a városba koncerteztem, külföldre mentem, és ez borzasztóan kiváltotta az irigységet a nő kollégákba. Volt, aki megjegyezte, hogy akkor az a jó tanár, aki az aulába fölveszi a nagy estéjét, mert minden április 4-én meg november 7-én az orvosi egyetemmel együtt volt az ünnepség, és nekem ott énekelnem kellett. Szóval nagyon rossz hangulat volt, nagyon kemény. Én tanítani mentem oda, úgy is mentem oda, hogy amit lehet ezekből a fiatalokból kihozok. És kiderült, hogy a tanszékvezető behívatott, hogy szállj le a magaslóról. Mondom, milyen magaslóról? Nagyon sok anyagot feladsz, mondom, ne viccelj már, egy hétre 3 népdal meg egy műdal az olyan sok. Tanárképző főiskolán. De hát nekem lett igazam, mert utána azért követtek a kollégák, mert ott az volt a divat, hogy az énekkora ilyen beszélgetős óra volt. Fél óra alatt elbeszélgetünk, egy kicsit énekeltünk. Tehát szóval vonzottam az irigy embereket. És akkor 10 év után azt mondtam, hogy én innen elmegyek, az egészségem kezdett tönkre menni. És beadtam a felmondásomat, a Gabriel nem fogadta el. Persze, hogy nem fogadta el, mert engem az orosz tanszék is, a magyar tanszék is nagyon jól tudott használni, minden rendezvényükön kellett énekelnem, sőt, még emlékszem, még Dombováron volt orosz laktanya, még oda is el kellett mennem, orosz Rachmaninov dalakat énekeltem oroszul. Aztán Péceli Laci bácsi az irodalom tanszéken csinált ballada esteket, és akkor mindig nekem Kodály balladákat kellett énekelni. Szóval mindenre tudtak használni, és ezért nem akartak elengedni. Én megmondtam, hogy minden, szóval nem maradok. Két hét haladékot adott, hogy gondold meg,
milyen dolog ez, egy főiskolai adjunktusi állást itt hagysz, meg nem tudom, én itt hagyom, kész, az egészségem fontosabb. Jelenleg énekelsz, tanítasz, mi az, amivel foglalkozol? Nem éneklek, időnként tanítok, mert azt is már csak időnként, mert a Covid-dal én befejeztem a tanítást, 53 évet tanítottam, és azt mondtam, ez elég volt. És akkor már az egyetemen, a Kaposvári Egyetemen már nagyon rossz hangulat volt, ez a színész tüntetés előtti év volt, és akkor már nem lehetett bírni a hallgatókkal. Olyan módon viselkedtek, hogy kikértem magamnak, hát én vagyok a tanár, hát mégiscsak. Leordították a fejemet, megtagadták az anyagot, mit képzel maga ilyen stílusban, meg szóval nem. De időközönként tanítasz magán, hát, aki, tanítványaid vannak? Igen. Aki éneklésre, vagy inkább a hangukat képzel? Is, mert most is van kettő, akit foniátriai kezeléssel is próbálok helyrehozni, és mellette énekelnek is. Szóval mind a kettő. Aki tudja, hogy én hogy dolgoztam meg, hogy nálam azért valami fejlődés mutatkozik, az megtalál. Megírod az életedet? Meg. Köszönöm szépen. Jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Önök az Ismerős című műsorunkban Balatinesz Márta énekművész tanár foniáternek a beszélgetését, Filóráját hallgathatták. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! Schwester!